A föld alá is benéztek, határszemlét tartott a gazdakör. A Magyar Posta arca 30 éve dolgozik az orosházi kirendeltségen. Kezdődik a vakáció, sport és szórakozás az ötvös iskola utolsó tanítási napján. Jó estét kívánok! Önök az orosházi városi televízió június 17-i pénteki híradóját látják. Lássuk, mi történt Orosházán az elmúlt napokban. Az évek óta hagyománnyá lett, határszemlére várta a gazdálkodókat kedden az Orosháza és térsége gazdakör. Az eseményre meghívást kaptak az entai és a pusztakeresztúri gazdakörök képviselői is. A határ megszemlélése a Vegetáció Kft. Földjein kezdődött. Szolár Szabolcs elmondta, termelnek búzát, árpát, kukoricát, vetőmagborsót, repcét és mákot, de ez már csak az idei évre igaz. Mint mondta, ez az utolsó éve a repcének. Ilyen csapadék mennyiség mellett nem látják biztosítottnak az őszivetésű repce biztonságos termelését. A repce és a mák nagy részét idén kitárcsázták. 100 hektár mákból már csak 30 hektár van, és a repce is hasonló sorsra jutott. A Vegetáció Kft. Tavaly beadott öntözés fejlesztésre irányuló pályázata pozitív elbírálást nyert. A pályázat révén 350 hektáron válik lehetségessé az öntözés. Ez a beruházás már meg is kezdődött. Jövőre a vetőmag, kukoricát, borsót is szeretnék öntözés alá vonni. A földek megtekintésekor a határszemle vendége dr. Dobos Endre egyetemi tanár szólt a talajszerkezetről, túlművelésről, a termelési technológiákról, a rosszul végzett öntözés esetleges káros hatásairól, a változtatás szükségességéről. A szemle következő állomása volt a BA Rendás Kft. Területe. Quincz Zsolt, a Gerendási Központú cég ügyvezetője elmondta, náluk is rosszul alakult eddig az idei év. A kukorica még csak 70-80 centi magas, de már furuljázik a levele. Ha egy héten, 10 napon belül nem kap jó esőt, semmi jóra nem számít. Mint láthattuk, az Orosz Farm ZRT földjei a szerencsésebbek közé tartoznak. A lokális esőkből ezek a területek kaptak egy keveset. Az Orosz Farmnál is készül az öntözés fejlesztési beruházás pályázata. Ha sikerül, a társaság földjeiből 250 hektár válik öntözhetővé. A határszemle tapasztalatait az Orosházi és térsége gazdakör elnöke Brülás Róbert foglalta össze. A legnagyobb gond az, hogy továbbra is legalább 100 mm csapadék hiányzik a talajból, és ez tavaly nyáron kezdődött ez az osztályos időszak. Nagyon kevés volt az a vízmennyiség, amelyet kapott ez a régió. Tehát amikor azt látjuk, hogy a Dunántúlon hatalmas esőzések vannak, és elöntik a különböző áruházakat a esővíz, itt nálunk ez sajnos nem jellemző. Ez rá is nyomja a bélyegét mind a talajművelésre, mind pedig a termés átlagokra. Én azt mondom, hogy jó lesz a közepes átlagú termés várató. A határszemle végén a résztvevők benézhettek kicsit a föld alá is. Rendkívül érdekes volt, és sok régi, jól bevált gyakorlat átgondolására késztette a gazdákat dr. Dobos Endre egyetemi docens talajszakértő bemutatója. A Miskolci Egyetem tanára egy több mint másfél méter mély talajszelvény elemzését mutatta be. Az erről készült videót az Orosz Kafén nézhetik meg. Az érzékenyítés és az elfogadás állt a szerdai Székácsos Diák Önkormányzati Nap középpontjában. Az iskolába igen különleges vendégek érkeztek, akikkel együtt tölthették a napot az evangélikus intézmény tanulói. A mindennapok során megszokott arcok mellett rengeteg újjal találkozhattak a Székácsos tanulók. A szervezők sok vendéget hívtak meg a DÖK napra, mégpedig olyan különleges vendégeket, akik mind valamilyen fogyatékkal élik az életüket. Mai Diák Önkormányzati Napunk egy szemléletformáló nap. Az a célunk, hogy egy kicsit érzékenyítsük a gyerekeket a körülöttünk élő és nehézségekkel küzdő emberek iránt. Vendégeink a Vakok Egyesülete, a Siketek, a Miértünk Egyesület és a Vadvirág Esélyklub. Velük fogunk dolgozni egész nap együtt, és a gyerekekkel is. Díszvendégünk pedig Osvát Richard, paraolimpikon ezüst és bronzérmes vívó lesz. Sok állomás várt a székácsos osztályokra, mindegyiken az volt a cél, hogy a diákok testközelből találkozhassanak a fogyatékkal élőkkel. Az iskolások kipróbálhatták, milyen érzés vakon és siketen élni, és hogy milyen nehéz kerekesszékkel közlekedni. Megtanulták, hogyan lehet jelelve köszönni, szemüket bekötve azt is megtapasztalták, hogyan élesedik ki vakon a többi érzékszervük. A vadvirágos fiatalok nagy örömmel látogattak el a székácsba. Nagyon-nagyon várták, tehát minden, ami különleges, ami más, mint a hétköznapi dolog, ők azt nagyon várják, és teljes erőbe dobással készültek erre a napra. Már tegnap arról beszélgettek, hogy akkor mit csinálunk, hogy csinálunk, kivel találkozunk. Tehát minden apró részletet átbeszéltünk, mert ők úgy biztosak magukban, hogyha tudják, hogy mire számíthatnak. Kedves egészségére!
Az iskolában kialakított ideiglenes kávézóban a vadvirágosok és a székelcsesok együtt szolgálták fel a kávét és a teát a hozzájuk érkezőknek, szabad idejükben pedig együtt csocsóztak, biliárdoztak és beszélgettek. Az iskola egyik termében Nemes András Bence mutatta be precízen megalkotott, méretarányos papírhajó makettjeit. Az autista fiatalnak köszönhetően a diákok történelemtudása is bővült, Bence ugyanis rengeteget tud a hadihajókról, és tudását szívesen meg is osztja másokkal. A döknap után sok gyermekben átértékelődött a fogyatékkal élés fogalma, és a szervezők reményei szerint ezután még nagyobb empátiával fordulnak majd társaik felé. Oláné Kolozsi Mónika, az Orosházi Posta ügyintézője a Magyar Posta egyik arca lett. Különleges kézműves textil termékei miatt választották az újság hasábjára Mónikát, aki már közel 30 éve dolgozik a helyi kirendeltségen. Ismered Mónikát? Ezzel a címmel jelent meg az Oláné Kolozsi Mónikáról szóló cikk a róla készült fotókkal együtt a Magyar Posta Facebook és Instagram oldalán. Érdekesség, hogy Mónikát nem mint nagyszerű dolgozót mutatták be az olvasóknak, bár ezt a címet is kiérdemelni, hanem mint olyan ügyintézőt, aki különleges, kreatív hobbija miatt érdemel külön figyelmet. Oláné Kolozsi Mónika 30 éve dolgozik a postán, és 10 éve készít textilből kézműves ajándéktárgyakat, könyvjelzőket, füzetborítókat, levendulával töltött illatpárnákat, illatszíveket. Először a fióknak dolgozott, aztán egyre többen bíztatták, hogy álljon szélesebb plénum elé. Az ösztönzés meghozta az eredményt. Mónika már 6 éve rendszeresen megtalálható az orosházi vásárokon. Precízen megalkotott, szeretnivaló alkotásaira lett figyelmes a Magyar Posta is, az elkészült cikk aztán nem csak online, hanem nyomtatott formában is megjelent a Mi Postánk című lapban. Nagyon-nagyon jó érzés volt, hát a gyerekek izgultak, ugye látták a nyers cikket, látták a fényképeket, együtt olvastuk el először. Kollégáknak is nagyon tetszik, ugye az internetes megjelenés után is jöttek gratulálni, hát most az újság után is jönnek gratulálni. Az internettel az ügyfelek is nagyon sokan. Nagyon sokan csak oda jönnek és gratulálnak, vagy ó, de jó, hogy én ismerem, vagy láttalak téged, mikor leszel legközelebb, úgyhogy egyre több ilyen van, aminek nagyon-nagyon örülök. Egy nagy zsáknyi kupakkal érkezett meg kedden délelőtt a Kemény Gábor Technikum küldöttsége az Eötvös József Katolikus Általános Iskolába. A Békés Csabai Középiskola diákjai és dolgozói is szeretnének segíteni Ákosnak, a harmadik osztályos leukémiás kisfiúnak. Június 14-én délelőtt érkezett meg a BSC Kemény Gábor Technikum azon küldöttsége, amely a középiskolában gyűjtött kupakokat hozta el orosházára az Eötvös iskolába. A kupakok által Ákost, a katolikus iskola harmadik osztályos leukémiával küzdő diákját és családját támogatják. Orosházi vagyok, és az orosházi életben olvastam egyébként arról, hogy egy nagy szállítmányt vittek el innen az iskolából, és innen jött a gondolat, először úgy, hogy a családon belül gyűjtögessünk, és aztán ez úgy egy másik gondolat pedig az volt, hogy hát de miért ne gyűjthetnénk akkor iskolai szinten, mert nyilván sokkal többet tudunk összegyűjteni. A kupakok most egy gyűjtőszívbe, majd hamarosan a Soltvadkerti műanyag feldolgozó üzembe kerülnek, ahol pénzre váltják majd őket. Az iskolában hónapok óta zajlik a gyűjtés Dér Ildikó koordinátor irányításával. Nagyon örültünk a hírnek, és jó érzéssel töltött el bennünket, hogy nem csak a kisebb korosztályt, hanem a középiskoláskat is arra sarkalja egy olyan tevékenységre, amivel segíteni tudnak, és a mai nap történt meg a kupakoknak az átadása. A kupakgyűjtést a Kemény Gábor Technikumban folytatják, és természetesen az Eötvös iskolában sem áll meg az akció. A nyári szünet ideje alatt is folyamatosan leadhatják a kupakokat a katolikus intézményben azok, akik szeretnék Ákos gyógyulását támogatni. Komoly fejlesztésen és átalakuláson megy át a Táncsics Mihály utca és Könd utca sarkán található sportlétesítmény. Az önkormányzati tulajdonban lévő épület egy pályázatnak köszönhetően újul meg. Lassan 4 hete folyik a munka a Táncsics és a Könd utcák sarkán. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően megújul az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidőkör Egyesület által használt, de egyébként az önkormányzat tulajdonában lévő épület. A multifunkciós sport és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése 206,5 millió forintból valósul meg. A munkálatok állásáról Iványi István kivitelezőt kérdeztük az elmúlt héten. Válaszfalakat kibontottuk, nyilázároknak a bontása, fő feladat volt a talajnedvességen leszigetelés, géppel lett átvágva a homlokzati falak, újra lett szigetelve. Jelen pillanatban vakolat helyreállítások és egyéb ilyen teraszkészítések folynak, a folyosó, lesz egy hőtechnikai folyosó, annak az ás szerkezete, tehát most egy ilyen építőmesteri szinten megy a munka.
A pályázatban leírtak szerint az épületben elhelyeznek majd egy új ellenáramoltatóval felszerelt hidegvizes medencét, egy új melegvizes ülőmedencét hozzátartozó pihenőtérrel, valamint masszázs és sókamra helyiségeket is. Emellett létesítenek olyan helyiségeket, amelyek orvosi ellátásnak, vizsgálatoknak, kezeléseknek adnak majd helyet, és átalakítják a már rendelkezésre álló szauna és kiszolgáló helyiségeket, úgy mint a nemenkénti öltözőt, az akadálymentes öltözőt, a mosdókat, a személyzeti helyiségeket és a recepciót. Mindemellett az épületet energetikailag is felújítják. Jelen számítások szerint a szakemberek a munkálatokat október végéig fejezik be. Június 15-én volt a vakáció előtti utolsó tanítási nap. Ennek alkalmából változatos programokkal készültek az általános iskolákban városszerte. Az Eötvös József Katolikus Iskola diákjai sem a tantermekben töltötték a szerdai napot. A gyerekek és a pedagógusok méltó módon búcsúztatták el a tanévet. A nyári melegben is élvezték a buborékfocit a diákok. A műfüves pályán játszott a zöld buborék a fehér ellen. Az Eötvös József Katolikus Általános Iskolában már hagyománynak számít, hogy minden évben a gyermeknappal búcsúznak a tanévtől a diákok és a tanárok. Az egész éves komoly munka után egy kis felhőtlen utolsó nap a tanév zárásaként úgy gondolom, hogy megérdemlik a gyerekek is, meg a felnőttek is. Az udvaron a buborékfoci mellett az íjászatot is kipróbálhatták a tanulók. A lufi hajtogató bolc lufi állatait is nagy érdeklődés övezte. Az aulában arcfestés fogadta az alsós évfolyam tanulóit, akik a nap további részében csillámmal és pillangóval az arcukon játszottak. Mindemellett a sportcsarnokban is bőven volt program a gyerekek számára. Trambolin, két ugrálóvár és egy motorszimulátor várta a tanulókat. A felsőbb évfolyamosok másik kedvence a vízifoci is itt kapott helyet. A hatalmas felfújható pályára folyamatosan érkezett a vízsugár, így játszottak egymás ellen a csapatok. Mi megyünk Egerbe nyaralni. Sokat leszek a barátnőimmel, barátaimmal, és ennyi körülbelül. Mi sokat megyünk strandra, sokat megyünk majd kirándulni, meg ilyen helyekre. A diákok nagyon örültek, hogy kikapcsolódhattak az utolsó napon az iskolában. Osztálytársaik hiánya miatt vegyes érzelmekkel kezdik a szünetet, de a nyári programokat, kirándulásokat, utazásokat a családdal már alig várják. A gyermeknapot a szülői munkaközösség szervezte. Művészeti tehetség Mozaik néven hagyományteremtő szándékkal indította el kezdeményezését június 14-én a református két tanítási nyelvű általános iskola a Petőfi Művelődési Központ színház termében. A gyerekek az iskola Ki mit tud vetélkedőjén nagy sikert aratott produkciókat mutatták be szüleiknek. Gála műsor helyszíne volt június 14-én a Petőfi Művelődési Központ színház terme, ahol ezúttal a református két tanítási nyelvű általános iskola tehetséges tanulói léptek fel. Vigné Pintér Lilla, az iskola igazgatója a kezdés előtt elmondta, hagyományteremtő szándékkal hozták létre a kezdeményezést, mert a tanév során rengeteg szép jelenettel vagy műsorral készültek a gyerekek, és szerették volna, hogy ezt a szülők is lássák. Most szerveztük meg először ezt a művészeti tehetség mozaikot, mert egész évben annyi sok szép jelenettel, műsorral készültek a gyerekek, és most már ugye, hogy szabad, hogy együtt legyünk, így úgy gondoltuk, hogy a szülőket megörvendeztetjük ezzel a gála műsorral, úgyhogy ez fog most következni, amire szinte egész évben készültek a kollégák a gyerekekkel. A korábbi Ki mit tud vetélkedőn nagy érdeklődés mellett zajlottak az elődöntők, a diákok változatos produkciókkal léptek színpadra, a legjobban sikerült előadásokat pedig most is bemutatták, legyen az egyéni vagy éppen csoportos fellépés. A negyedik osztályosok országos első helyet értek el egyik angol nyelvű jelenetükkel, melyet most is megmutattak. Angol nyelvű produkciókban ezen kívül sem volt hiány, a diákok egy városi szintű angol nyelvű jelenetet is előadtak, mely az oktatási kerekasztal támogatásával valósult meg. Énekes és táncos produkciókat is láthatott a közönség a tehetséges tanulóktól. A kisebbektől kezdve egészen a felsőbb osztályosokig sokan álltak színpadra, amint egy másfél órás program során. Hosszú idő után végre ismét közös, önfelett pillanatokat élhettek át az Egységes Szociális Központ Reménység klubjának dolgozói és ellátottjai. Június 15-én egy közös nyílt napot tartottak az intézményben. A koronavírus járvány és a korlátozások az Egységes Szociális Központ Reménység klubjának életére is hatással voltak, hiszen az elmúlt két év során sokkal kevesebbet találkozhattak egymással az intézmény munkatársai és ellátottjai. Június 15-én viszont végre önfeledten szórakozhattak egy közös nyílt nap keretében. A klub tagjait ezért a köszöntőbeszédek során is arra bíztatták, hogy élvezzék a szép napsütéses nyári napot és érezzék jól magukat. A mi kis életünkbe az elmúlt két évnek a felszabadult pillanata, mivel hogy
nem igazán tudtunk összejönni, a 35 klubtag, mivel a Covid igencsak megkeserítette minnyájunk életét. Ez egy felszabadult pillanat, ami jelenleg van. A rendezvényen részt vett dr. Meggyesi Erzsébet, a Rákóczi telepi körzet házi orvosa is. Szőke Csilla elmondta, vele az ellátotti kör miatt különösen szoros a kapcsolatuk, bármikor bármit kérnek tőle, ő mindig készséggel segít nekik. A klub a kórház egészségfejlesztési irodájával is hosszú évek óta együttműködik. Az iroda munkatársai két hetente járnak ki Rákóczi telepre különböző témákban előadásokat tartani. Ezúttal különböző mérési lehetőségekkel várták a klubtagokat, a részleteket Spisiák Brigitta, irodavezető és rekreációs szervező ismertette. Most erre a nyílt napra meghívtak minket, mint állapot felmérésre, van vérnyomásmérésünk, van ilyen komplex testösszetételmérésünk, itt meg tudjuk mondani, hogy esetlegesen az időseknek valamire jobban kell figyelni, és a mentális egészségre is szeretnénk felhívni a figyelmet, mert van pszichológus kollégánk, és ezáltal a kolléga ilyenkor beszélgetni szokott velük, ilyen játékos feladatokat csinálnak, hoz játékot, kinek mihez van kedve. Az a lényeg, hogy a mentális egészségre is fel tudjuk hívni valamilyen szinten a figyelmet. A dolgozók és az ellátottak mind nagyon jól érezték magukat az eseményen, amíg a Bográcsban főtt az ebéd, a jó hangulatról Samu Ernő előadó művész gondoskodott. Drónok kezelését tanulhatják meg a fiatalok 3 héten keresztül a Kossuth Lajos Technikum udvarán. A 3 héten keresztül tartott foglalkozások végén jogosítványt is szerezhetnek az eszközökre. Dróntanfolyamot indítottak 16 éven felülieknek a Kossuth iskolában, ami egy társadalmi felelősségvállalás eredményeként jött létre. Az Orosházi Németh Imre Alapítvány ugyanis a közelmúltban ismét elnyerte az Innomax díjat, mellyel továbbfejlesztette eszközparkját. A jelentkezők az elméleti ismeretek elsajátítása mellett pedig gyakorlati szinten is kipróbálhatták a drónt. A foglalkozásokat Mészáros Melinda, az iskola pedagógusa tartja, valamint Kappán József, aki még korábban jelezte, hogy szívesen beszállna az oktatásba és a gyakorláshoz is biztosít eszközöket. Én 3 éve kezdtem el a drónozást, nagyon megtetszett, így végigjártam a saját rögös utamat, így, és most láttam ezt a kezdeményezést Orosházán, és próbálok nekik segíteni, hogy a buktatókat elkerüljék, és minél könnyebben tudjanak ebbe a drónos hobbizásban részt venni. Én, mint oktató adom a tudásomat, a Kossuth Lajos Technikum pedig a helyet, ez mind ingyen. Ezen kívül még Kappán József az, aki már múlt évben jelezte, hogy szeretne úgymond beszélni ebben a drón oktatásban, és nagyon szívesen biztosítani a részünkre ingyenesen a drónokat a gyakorlásra, úgyhogy még ő az, aki részt vesz vagy szerepel ebben a programban. Mészáros Melinda elmondta, hogy a tanfolyam elvégzésével egy A1, A3-as jogosítványt tudnak szerezni, amivel az egész Európai Unió területén vezethetnek drónt. A tanfolyam célja és lényege, hogy megszerezzék az ehhez szükséges ismereteket. Hozzátette, ügyesek a tanítványok, látja rajtuk az érdeklődést, igyekeznek mindig szakmai kérdéseket feltenni. Egyikük Kis Ferenc telegerendásról érkezett. Korábban is érdekelte már a téma, sőt többször ki is próbálta már a drónozást, amikor még nem volt szabályozva. Mi most mezőgazdasági gépalkatrészekkel foglalkozunk, és egy kitűnő kiegészítést gondoltam, illetve tapasztalat és egyáltalán tudásanyag megszerzését, hogy drónnal foglalkozhassunk a későbbiekben, akár mezőgazdasági, vagy akár más területen. És hát azért jöttem ide, mert hallottam erről az intézményről, és itt kedvesek, aranyosak, jól át tudják adni a tudásanyagot. A drónokkal való foglalkozást 3 délutánra tervezték, a program június 9-én vette kezdetét, és június 23-án fog véget érni. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. A föld alá is benéztek, határszemlét tartott a gazdakör. A Magyar Posta arca 30 éve dolgozik az orosházi kirendeltségen. Kezdődik a vakáció, sport és szórakozás az Eötvös iskola utolsó tanítási napján. Önök az Orosházi Városi Televízió június 17-i péntek híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb jövő hét kedden várjuk majd Önöket. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Orosz Café YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!